News. We live in a crazy world. Someone says and someone hurts you. But what do you rest you? Gyerekkorom óta tanulok zenét, 10 évesen volt egy párdalom Émi néven, amit előszeretettel játszottak a zenecsatornák, de úgy éreztem, hogy nem nagyon tudok velük azonosulni, és emiatt nagyon sok másfajta zenében próbáltam ki magam, mint énekesnő. Voltam több formációnak is az énekesnője, a Suburbannek, illetve a The Garlandbannek, és igazából mindig kerestem az utamat, hogy mit is szeretnék csinálni, és eljöttem, hogyha igazán saját magamat szeretném adni, akkor a dalszerzéssel kell először megismerkednem. Hét éve foglalkozom zeneírással, előtte sportoltam, 12 évig futballista voltam. Egy sérülés miatt kezdődött az egész zenei pályafutásom. Úgyhogy egy nagyon érdekes sztori, és hála Isten, hogy most a jó Isten megjándékozott azzal, hogy a zenével foglalkozhatok, mert ebbe érzem magam otthon, és ezt tesz boldoggá engem. Alexszel a találkozásunk az egy nagyon érdekes történet, mert én éppen egy lemezkiadónál dolgoztam marketing asszisztensként. És tudták már bent az irodában, hogy engem nagyon foglalkoztat a dalszerzés. És ezért összecsatoltak az Alexszel egy projekt alkalmával, hogy írjunk akkor együtt egy dalt, és akkor ők kiadják, és nézzük meg, hogy hogyan működünk. És hát az a helyzet, hogy szerintem isteni párosulás volt, mert az elmúlt pár évben nagyon sok közös dalunk íródott meg, amik nem kerültek, vagy nem lettek kiadva végül, de az elmúlt 2 évben gondolkoztunk azon, hogy igenis, azért valamit kéne csinálni, ha már ennyire egymásra találtunk zeneileg, akkor miért is ne álljunk össze egy formációvá? És így született meg az ötlet, hogy mi ketten most így összeálljunk Draven és Émi néven. I never gonna breed them. Maybe I never street them, but I don't need to pop always. A mi alapötletünk az volt, hogy hagyjuk hátra egy kicsikét a valóságot, hogy ne mindennapi témákról énekeljünk, hanem egy filmszerű kalandba csöppenjünk bele, amiket én nagyon szerettem volna, hogyha részesei vagyunk a daloknak. És ezt úgy tudtuk megvalósítani, vagy úgy gondoltam, hogy annak lenne úgy igazán izgalmas értéke, hogyha mi lennénk a dalok főszereplői. Ez egy 4 etapos LP lesz, igazából ez mind a 4 zene már készen van, ez egy demo formátumban készen van, igazából véglegesíteni kell, és mind a 4 egy kicsit másabb stílus, szóval nem ugyanaz a 4 zene. Nagyon érdekes dolog volt, hogy kerültünk bele ebbe a videóklipbe. Ezt a dolgot egy olyan technikával oldottuk meg, hogy az animációs karakterekre rávasaltuk, vagy hát rávasalt a Balu az arcainkat, és szerintem mind a ketten elmondhatjuk, hogy nagyon hasonló animációs karakterekben tudtunk megmutatkozni, úgyhogy ez egy nagyon jó megoldás volt. Viszont nagyon kíváncsi leszek, hogy a következő videóklipekben milyen animációs, vagy akár milyen más megoldások jöhetnek szóba, mert szeretnénk a következő klipben már teljes mértékben megjelenni.